Ide telefonált egy fickó, valami doktor, sofőrt keres, érdekel? Nem orvos vagyok. Zenéből doktoráltam. Koncertturnéra megyek a déli államokba. Milyen téren van még gyakorlata? Közönségkapcsolatok. Nem probléma, hogy egy feketének fog dolgozni? Maga is az új dél. Lesznek bajok. Ígérd meg, hogy írsz nekem. Megígérem. Mondja, hogy nincs jó illata. Soha életemben nem ettem rántott csirkét. A rumfajta szereti a rántott csirkét. Roppant felületesen ítél meg, Tony. Ugye? Hát de jó vagyok. Az ország leggazdagabb embereivel fog találkozni. Attól tartok, hogy némileg finomítanunk kell a stílus. Miért szorongatja a golyóimat? Mert sokkal többre képes Mr. Valadon. Kedves Dolores. Láttam Dr. Shirley zongorázni. Szerintem egy Jenny a fickó. Hé, hey, itt van, legyen meg! Nem szeretném összezsírozni a zakómat. Zsíros lesz a zakócskám! Ez az úr azt mondja, hogy nem vacsorázhatom itt. Jól hallottam. Miért mosolyog és rázogatja a kezüket? Miért csak bátorsággal nyerheti meg az embereket? Mit csinál? Levelet írom. Szabad. Kedves Dolores, néha egy házra emlékeztet. Ugye tudja, hogy ez borzalmas? Diktálom. A köztünk lévő távolság összetöri a lelkemet. Soha nem volt olyan könnyű dolgom, mint amikor belét szerettem. Utoljárat puszilok mindenkit. Mintha egy tehén kolompot kongatna Sosztakovics 7. szimfóniája végén. És ez jó? Tökéletes, Tony. Erőszakkal nem nyílsz. Csak meg, ha megőrzi a méltóságát. Nem ismeri a saját népét. Maga a Mr. Nagymenő a gazdagoknak játssza az agyát. Ha nem vagyok elég fekete, és nem vagyok elég fehér, akkor mondja meg, Curry, hogy mi vagyok! Bárki eljátszhatja Beethoven-t. De a maga zenéjét, maga csinálja. Arra csak maga képes. Mit csinálunk a csontokkal? Ösni. Vegye fel, Tony! Úgyis megeszik a mókusok! Vegye fel!